A Jetszor Liga felsőházi rájátszásának második fordulójában a rózsaszín mezes Asztrának igazán az volt a tét, hogy pontokat szerezzen a bajnoki döntő felé vezető úton, Szombathelyen a Viktória vendégeként. Egy marsai szabadrúgás, elég távolról, de bátor kísérlet 25-ről egyből kapu fölé küldte a Szombathelyi játékos. Aztán a túloldalon egy hasonló szitu, de ez inkább ívelés, és egy fejes, mely gól, de a játékvezető látjuk, azt mutatja, hogy szabadrúgás kifelé. Magyar Péter nem biztos, hogy jól ítélte meg a helyzetet, hiszen a középre ívelt labdánál ott hárman ütköztek, és aki gólt szerzett, Vogl nem is volt a történet közelében. Nézzük még egyszer. Kijön a kapus, ugranak ott védős támadó, hárman összeugranak egyszerűen, én nem láttam szabálytalanságot. Dobáljanak meg hóvirággal, ha nincs igazán. Maradt tehát a 0-0, Viktória szöglet, rövid a fejes, ott meg lehet lőni. Marsai, elakad a lövés, visszaszerzi a Viktória, ez az átlövés pedig nem igazán veszedelmes, bár kapura ment, fogta a labdát Kovács Klaudia. Halászi szöglete, pont középre, Benkőnek jön lábra, saját játékos társában akad el, az ismétlés pincétől pedig Jócskán fölé. 27. perc, Benkő, Meggyes, nagyszerű labdát kap a jobb oldalon. Ács Noémi benéz, látja, hogy van társ, ez lehet, hogy magától is beesett volna, de inkább besegítette fog Katalin. Vezet az Astra. Átszáll a kapus fölött. És fog pedig azért érkezik, nehogy elmenjen keresztbe a labda. Távoli szabadrúgás, kifej elég a rózsaszín mezesek, na mi lesz ebből? Nagyon erőszakos marsai, labdát szerez, és van is lövő ereje. Majdnem a kezdőkörből kínálta meg az ellenfél kapuját. Ez már a második játék rész, Meggyes, Ács, Vogl fejjel! Nagy helyzet volt, aztán egy Godvár szabadrúgás. A meccs ezen periódusában egyértelműen az Astra irányított, próbálta bebiztosítani a győzelmét. Ez is egy fővárosi bedobás, ügyes összjáték, nézzük, sikerül lövéssel befejezni. Igen, de kimarad ez is! Hihetetlen nagy zicser volt. Újabb Astra szabadrúgás, helyett szöglet, a keresztlécről jött ki a labda, bátor kísérlet volt Godvártól. Aztán egy furcsa ítélet jön megint a bírótól, középre pattog a labdot, ketten ütköznek a védők közül, majd kifejlik, de közben már szólt a síp, vajon miért? Alig, ha nem kezezést látott Magyar Péter, én ezért nem adtam volna 11-est, de nem is én vagyok a bíró, minden esetre ezzel a góllal egyenlített a Viktória. Név szerint az osztrák válogatott Henke Manhart az, aki bevarja a büntetőt. Aztán jön a meccs talán egyik legnagyobb helyzete, ahogy közeledik a meccs vége, de sikerül kihagyni, illetve kivédte Dömsödi Petra lábbal. Így a vége 1-1, de az egy pont is sokat jelenthet az Astrának, ez majd a végén derül ki. Néhány csapattárs nem úgy állt a mérkőzéshez, illetve küzdött a mérkőzés folyamán, ahogy igazándiból kellett volna. Túl korán lelkileg feladták a mérkőzést, illetve nem hittek a utolsó percig tartó győzelembe, illetve abba a hitbe, hogy lehet ezt a mérkőzést fordítani. Több akarat, több lelkesedés szükséges. Messze menően elégedetlen voltam néhány játékosommal. Ettől sokkal, de sokkal többet kellett volna nyújtani. Azt gondolom, hogy a mai találkozó egyáltalán nem azt támasztotta alá, hogy a női labdarúgás két első, illetve élmezőnyébe tartozó csapata játszott. Sajnos sokkal jobbak voltunk, de a bírói teljesítmény az felül, az egyszerűen kritikán aluli volt. Volt egy szabályos gólunk, amit nem adtak meg, utána sikerült rúgnunk egy gólt, majd következett 300%-os zicserünk is, amit sajnos elpuskáztunk, nem tudtuk gólra váltani, utána én már sajnos lementem a pályáról, mert felszakadt a szemem, de állító volt egy 11-es, ami nagyon vitatható volt, így leigszáltunk, sajnos csak egy pontot tudunk hazavinni. Nem játszottunk jól, én azt gondolom, ettől függetlenül óriási tanulság a mérkőzésnek, hogy az zicsereket be kell rúgni, egy 5-6 nagyon komoly zicserünk volt kapufákkal, illetve óriási helyzetekkel, amiket kihagytunk, ezeket nem rúgtuk be, és azt kell, hogy mondjam, hogy hogyan fogalmazzak finoman, hogy engem ne fedjenek meg utána, hogy hát kapott egy nagy ajándékot a Viktória ma.